Köszöntöm Önöket! Riasztás magazinunk mai adásában a hegyi hajlékok védelméről, tél lévén a jégrőlmentésről, illetve a Donkanyarban elesett hősökről hallhatnak. Tartsanak velünk! Igazán nem panaszkodhatnak a hidegtűrők. A hónak, valamint a befagyott csónakázótónak örülhettek a téli sportok kedvelői. A tűzoltók ezt az időszakot is kihasználják és gyakorlatoznak. Mi mást, mint a jégrőlmentést. Beszakadt a csónakázótó jege, egy embert a tűzoltóknak kellett kimenteni. Szerencsére ez csak úgynevezett jégrőlmentési gyakorlat volt. A valóságban legalább 10 éve nem történt ilyen kanizsám. A csónakázótó kisöbbében vágtak léket a tűzoltók, hogy egy korcsolyázás közben bajba került embermentését gyakorolhassák. Nagykanizsa hivatásos tűzoltóság éves képzési tervének megfelelően így januárban jégrőmentési szituációs gyakorlatot hajtunk végre az állomány körében, ami azt jelenti, hogy mind a három szolgálati csoport külön-külön kijön a csótóra, csónakázótóra, és egy jégrőmentési gyakorlatot hajt végre. Amikor a jég vastagsága lehetővé teszi, akkor a befagyott csónakázó tavon sokan csúszkálnak, korcsolyáznak. Ezért a tűzoltók évről évre felkészülnek a mentésre. Ami nagyon fontos ugye a mentő személy, hogy hogyan közelítse meg a mentendő személyt, tehát törekedjen ő is arra, hogy lehetőség szerint amennyire módja van rá és közelíti meg a jégen, ugye itt a létra tagokon a mentendő személyt, kerülje ő is a beszakadást, amennyivel lehetséges. Nagyon fontos, hogy a mentendő személlyel tartsa a folyamatos kommunikációt. Tehát kérdezze ki, beszéljen vele folyamatosan, tehát ne hagyja, hogy esetleg pánikba essen. A jégre mindenki csak saját felelősségére mehet rá. A balesetmentes szórakozás miatt azonban több szabályt is be kell tartani. Mindenképpen csak olyan jégre mehetünk rá, ahol tudjuk, tehát a vastagsága biztonságos, nem olvat és nem mozog. A jég vastagsága az minimum 8 cm-t haladja meg. A 10-12 cm-es jég vastagság az már elegendő a téli sportok szerelmeseinek, hogy korcsolyázzanak. Mindenképpen törekednünk kell arra, hogy minimum 2 fő, de legalább 3 fő vegyen részt ezen a korcsolyázáson, vagy téli sporton, vagy akár csak lemennek a csónakázótóra és csúszkálnak, minimum 2-3 főnek ott kell lenni. Ezt megkönnyíti a mentést, ha esetleg egy közülük beszakad. Így a másik 2 fő az tud segíteni, tudja riasztani a tűzoltóságot, a mentőket, és felhívja a 112-es központi hívósegélyvonalon. Ha rámegyünk a jégre, és halljuk, hogy ropog alattunk a jég, mindenképpen az első feladat az, ha még nem szakad be, hogy hasra kell fordulnunk, mert így nagyobb felületen vagyunk a jégen, és a legközelebbi fix pontot gyorsan el kell érni, így nem szakad be a jég. Ha már beszakadt, akkor mindenképpen a beszakadás pillanatában előre kell hajolni lehetőségekhez képest, és szét kell tenni a kezünket, így meg tudjuk akadályozni azt, hogy a jég alá csúszson a testünk. Lehetőség szerint a fejünket nem szabad a vízbe tenni, ez a kiülés veszélyét felgyorsítsa. A
Ha egyedül mentünk le, akkor ilyenkor ebben az esetben meg kell kísérelni azt, hogy a part felé feltörjük a jeget, és ezáltal ki tudunk érni a partra. Ha ketten-hárman, akkor a többiek segítségével ki kell szabadítani azt az egy fő beszakadtat. Ezt mindenképpen úgy kell végrehajtani, hogy hasonfekve közelítjük meg a beszakadt szemét. Lehetőleg a beszakadt jég felületet ne közelítsük meg, inkább vagy kabátot, vagy botot, vagy bármi olyan eszközt, vagy akár kötelet kell dobni neki, amivel mi ki tudjuk segíteni a vízből. Ha sok ember van a parton, akkor akár láncba összekarolva a vízen fekve ki tudjuk húzni a beszakadt szemét. A csónakázó tavat fedő jég vastagsága a vízmélység miatt általában változó, így az egybefüggő jégtakaró láttán is fontos az elővigyázatosság, legfőképpen azért, mert a jeges vízben az emberi test pár perc alatt képes kihűlni. Egyre többen költöznek ki a Nagykanizsa környéki szőlőhegyekbe. A tavasztól őszig ott élő idősek mellett a fiatalok közül is sokan választják a csendet és a nyugalmat. A béke mellett sajnos lopások, betörések is történnek néha-néha. Fel lehet ismerni róla, vagy a járását, tehát nem csak az, hogy mondjuk hiába kapuszniban van, azért mindenkinek van egy jellegzetes közlekedési stílusa. Jön valaki és azt mondja, hogy kikapcsolja a villanyt, és szünetmentesen van. Uh-huh. Tehát hiába kapcsol ki bármit, ugyanúgy rögzít. Többek között kamerákkal védi értékeit Tóth József, aki immár 4 éve él családjával életvitelszerűen a Cserfői hegyen. Betörésekről, lopásokról a család is hallott már, de szerintük a közbiztonságot illetően a megelőzés a legfontosabb. Én azt gondolom, hogy nem rosszabb és nem jobb, mint a környékünkön lévő összes többi település vagy település résznek a közbiztonsága. Történnek itt is feltörések, ellopások, meg betörések a környezetünkben, ezt így hallottuk, meg a szomszédunkban is tavaly nyáron betörtek. Ami konkrétan tudom, hogy a szomszédnál elvitték a fűnyírót és a permetezőgépet, más érték nem is nagyon volt, tehát a munkaeszközöket, de ugye az nem egy olcsó, ha most így összeadom a kettőt, az durván egy 100 000 forint körülbelül, ilyen káruk lett. Biztos, hogy lenne mit javítani, vagy javítani ezeken a környezeti hatásokon, de minden tulajdonosnak meg kell fontolnia azt, hogy érdemes egy kicsit beruházni a biztonságra. Tehát egy jól felszerelt ajtó, ne egy könnyen betörhető legyen, jó zárral ellátva, ne csak egy éppen, hogy valamilyen zárral. Ha meg komolyabb érték van bent, akkor érdemes egy riasztót beüzemeltetni, akár bekötni távfelügyeletre, nem egy horror összeg. Tehát szerintem mindenkinek kell egy kicsit áldoznia a biztonsága érdekében. Nem védtelenek a hegyhátak, hangsúlyozta a kanizsai rendőrkapitány. Az értékek megóvásáért azonban maguknak, a tulajdonosoknak is tenni kell. A Nagykanizsa rendőrkapitányság területén jóval 10 000 fölött van zárkenti ingatlanok száma, amely ugye sajnos eléggé támadható az elkövetők számára. És hát akkor járunk el jól, hogyha azt elérjük, hogy az elkövető minél nehezebben tudjon eredményt elérni, és hogyha ne adj Isten eredményt ér el, tehát behatol az ingatlanunkba, akkor minél kevesebb értéket tudjon elvinni tőlünk. Megkülönböztetnék akkor két részre bontanám ezt a dolgot, hiszen mind a Szentgyörgyvári hegyen, Fölhénci hegyen, Cserfői hegyen, de máshol is, Látóhegyen is vannak olyan ingatlanok, amelyek használtak, lakottak folyamatosan, tehát a lakóik ott vannak. Ebből következően az értékeiket nem tudják onnan elszállítani akkor, hogyha nincsenek a lakóingatlanban. Ezeknél az ingatlanoknál mindenképpen fontos
a megfelelő körbekerítettsége az ingatlannak. Ugye azért fontos a körbekerítettség, mert ez az első védelmi zóna, és arról is azt is be kell látnunk, hogy ezeknél az ingatlanoknál azért nem feltétlenül jellemző az, hogy közvetlen közelben szomszéd van, olyan szomszéd, aki esetlegesen zajra, egyébre felfigyel. Tehát az első és legfontosabb, hogy egy megfelelően fölépített kerítés, a sövény nem kerítés, a 40 centis kerítés nem kerítés, olyan kerítés, amely valamilyen szintű fizikai akadályt képez az elkövető elé, hogy ő azon bejuthasson. Tudom, vannak a szépségnek, tehát vannak ilyen nem dekorációs, hanem esztétikai szempontja is egy ilyen ingatlannak, de hát az esztétikai szempontokat néha alá kell rendelnünk a biztonságnak. A másik nagyon fontos szempont, hogy a nyilászárók jól záródó nyilászárók legyenek, és lehetőleg több ponton záródó nyilászárókat alkalmazzunk. Ezen kívül nagyon fontosnak tartom a riasztók telepítését, és sokan, ezt már többször elmondtuk, legalábbis én, amikor előadást tartok, elmondom, hogy mindenki azt hiszi, hogy egy riasztórendszer telepítése horror összegekbe kerül, holott ez nem így van. Pár tízezer forintból szolgáltató válogatja, lehet szolgáltatást szerezni, egy minimum csomagot, ami már a behatolásra ad védelmet, és havi 4-5 ezer forintért, havi 4-5 ezer forint díjért, pedig a szolgáltató vállalja azt, hogy adott esetben riasztásra ki is megy az ingatlanra. Én azt gondolom, hogy emellé még a szolgáltatók legtöbbje bevállalja azt, hogy ezzel együtt egy SMS riasztást is küld a megrendelőnek, és innentől kezdve ez a meglehetősen nagy biztonságot ad. Hozzáteszem, hogy abban az esetben, hogyha valaki az ingatlanjára SMS riasztást kap, hogy őre behatoltak, és mondjuk a rendőrségnek azonnal szól, mert nincs neki ilyen szolgáltatása, akkor mi természetesen kimegyünk. Amennyiben indokolt volt a riasztása, hát akkor ugye persze el kell, hogy járjunk, amennyiben indokolatlan, akkor viszont előfordulhat, hogy a költségeinket majd érvényesíteni fogjuk. Nem igazán szokott előfordulni egy jó beállított riasztónál, hogy ilyen indokolatlan riasztás előforduljon. Tehát ezzel már mindenképpen jelentősen tudjuk növelni az ingatlanok biztonságát. Emellett javasolnám mindenképpen a mozgásérzékelős lámpák, különösen éjszakai időszakban mozgásérzékelős lámpák beszerelését. Persze nem a pár ezer forintos keletről származó lámpákra gondoltam, azokból is lehet egyébként jó minőségűt venni, amely meghatározott nagyságú tömeg esetén fog a mozgásra bejelezni. Hiszen, hogyha én ott alszom ebbe az ingatlanba, akkor tulajdonképpen a Szentgyörgyvári hegyen, hogyha leszáll az éj, akkor a különböző pici állatkák megindulásától lényegében diszkóban az, mert folyamatosan föl lekapcsolódik a mozgásérzékelős lámpa. Emellett hasznos, és jónak tartom azt, hogyha legalább a bejáratát, tehát a megközelítési lehetőségeit kamerával védjük. Ez már egy ilyen luxus, nem is luxus, egy már ilyen extra, mert nem luxus ez sem. Tehát ha belegondolunk, hogy ezt is pár tízezer forintért meg tudjuk szerezni, akkor ennek a működtetése, ja, ez csak akkor működik ám igazán jól, hogyha azért hetente, másfél hetente ránézünk, hogy ténylegesen maga a kamerarendszerünk működőképes-e, rögzít-e, mert volt olyan, hogy a betörés értetje büszkén mondta, hogy van egy kamerarendszere, mi meg büszkén mondtuk neki, hogy másfél hónapja nem vesz fel semmit, mert megtalált az adattár, és az autonómus ürítése valamiért leállt a rendszernek, tehát nem figyelt oda az illető. Emellett is azt kell, hogy mondjam, hogy itt is azt mondom, hogy nem szabad nagy értéket, tehát készpénzt, olyan ékszert, amit nem használunk, nem szabad a hegyi ingatlanban tartani, mert jóval támadhatóbb hely. Abban az esetben, hogyha az ingatlanunkat nem használjuk rendszeres lakhatásra, viszont ugye pihenésre és mezőgazdasági termelésre használjuk, akkor is mindenképpen fontos az, hogy a megfelelő körbekerítettségünk meglegyen. Nagyon sokan nem figyelnek arra, hogy megfelelő legyen körbekerítve az ingatlanjuk. Persze nem mondom azt, hogy egy nagy szőlőbirtokot körbe kell kerítéssel, de legalább azt a részt, amit támadhatnak. Tehát sajnos kell rá venni fáradtságot, hogy magát az ingatlant, amit egyébként nem a szőlőt fogják támadni, nem a gyümölcsfát fogják támadni, hanem magát az ingatlant, hogy azt az ingatlant valamilyen úton, módon vegyük körbe. Legtöbbször a bűncselekményeknél önmagában az előhagyott tárgyak azok, amelyek felhívják az elkövető figyelmét, bár most, hogy a hulladékvasnak az ára a korábbi évekhez viszonyítva meglehetősen alacsonyan van, és a színesfém ára sem túlzottan magas, az e fajta elkövetések megszűntek, de azért
még mindig előfordul, hogy azért megy be, mert meglátja, hogy mondjuk le van támasztva a fal mellé rakadva rengeteg vas, és ő azt el tudja vinni. Egyszer elmegy, és elvisz mondjuk 100 kg vasat, és azt mondja a gazda, hogy nem érdekes, most ezért nem akarok egy rendőrségre menni, ez nem fog, úgyse fogják kinyomozni egyebek. Igen, de az elkövető, hogyha már látja, hogy nincs következménye, tehát be tud menni, akkor be fog menni az ingatlanba is. Óriási hibát követnek el akkor az emberek, amikor azt hiszik, hogy a 100 éves ajtók azok megfelelő védelmet jelentenek, hiszen azoknak a zárszerkezete sem, egyszerűen be lehet nyomni őket. Nem figyelünk arra, és soproni zár, és egyszerű egytól a soproni zárral zárunk olyan ingatlanokat, amelyekben olyan értéket tartunk, tévét, magnót, műszaki cikkeket, kapálógépet, fűnyírót, motoros permetezőt, amit azért komoly érték azt utána újra megvásárolni. Én azt javaslom mindenkinek, hogy tehát először is az első védelmi zónánk legyen meg, itt is javaslom adott esetben egy ilyen SMS-es rendszerű mozgásérzékelős riasztórendszert, illetve javaslom a mozgásérzékelős lámpát, viszont mindenképpen javaslom ezeknél az ingatlanoknál, ugye itt már esztétikai szempontról nem igazán kell beszélnünk, hogy mindenképpen a nyílászárainkat vasráccsal védeni szíveskedjünk. Ennek a felszerelése sem egy olyan nagyon bonyolult és nagyon-nagyon nem olcsó, de nem annyira költséges, mint amennyi bosszúságot okoz az, hogy mondjuk kicseréltetjük azért, hogy téli időben is tudjunk kellemesen melegben kint lenni mondjuk pihenés szándékával a hegyi pincénkben, és kicseréltetjük a régi faablakot műanyagablakra 100 forintért, és hogyha ezt az ablakot mondjuk széttörik az elkövetők, akkor bizony-bizony a 100 forint eleve kár, mert rongálásként ez nálunk meg fog jelenni. Nem beszélve arról, hogy a biztosítók általában a biztosítási ajánlatkor, azért, mert ugye mindenki azt mondja, hogy a biztosítási összeg minél alacsonyabb legyen, a rongálási kárral nem szoktak foglalkozni, de azt szokták minimális szintre tenni, és legtöbbször bizony azzal szembesül az ingatlan tulajdonosa, hogy hoppá, hát elvittek tőlem mondjuk 20.000 forint értéket, és a rongálási kár meg 100.000 forint. Akkor az értékeinket, amikor nem rendszeres már a kijárásunk, akkor mindenképpen, ha tudjuk, valahova szállítsuk olyan helyre, ahol ugye biztonságban, akár a lakásunkba, a közös tárolóba, egyéb helyre, ha pedig nem tudjuk, akkor gátoljuk meg úgy az elkövetőt a bűncselekmény elkövetésében, hogy akár falhoz rögzítve, akár egymáshoz rögzítve, összeláncolva a tárgyakat, ugye magát az elvitelt nehezítsük meg. Mert az elkövető, ha egy olyan helyzetet találkozik, amit nem tud megoldani, vagy nehezen tud megoldani, akkor inkább ott hagyja, nem kockáztat. A Fölhénci hegyen egy nagyon jól működő polgárőrségünk van. Nagyon jól működő polgárőrségünk van Látóhegyi környéken is. Ezen kívül vannak együttműködőink az összes többi hegyháton, tehát nem védtelenek a hegyhátak. Természetesen ott, ahol kevesebb a polgárőr, vagy kevesebb a polgárőr szolgálati óra, mert azért a Cserfőn is meg felfeltűnnek polgárok, akinek ott van ingatlana, illetve a Szentgyörgyvári hegyen is, ugye a Miklósfai polgárőrséget ki ne felejtsen, mert vezető úr meg fog sértődni én rám, és ezt számon fogja kérni. Nagyon jó, a Szentgyörgyvári hegyhátnak azt a részét, nagyon, a hátsó részét nagyon-nagyon jól védik a miklósfai polgárok. Ott, ahol meg ők nem tudnak, ott mi próbálunk járőrözni. Természetesen nem olyan járőrsűrűség van, mint mondjuk a buszállomáson, de megpróbálunk egy taktikusan felépített, ki nem számítható módon járőtevékenységet folytatni, és ezt a járőtevékenységet döntően körzeti megbízottaink folytatják. Amivel mi segítséget kérnénk, és ebben tényleg kérjük a segítséget, hogy ne legyünk lusták, minden egyes hegyi ingatlanban legyen egy pici kis irka, és egy papír és egy kis irka, vagy ceruza, vagy toll, ami aktuálisan azonnal fog, és amint látunk egy idegen autót, idegen szemét, akkor azt a rendszámot írjuk föl, és akkor jutassuk el a KMB-shez. Nem lehet tudni, hogy adott esetben egy büntető eljárásban milyen értéke lesz ennek. Jártunk úgy, hogy hiába találtuk meg az elkövetőnél az ellopott tárgyakat, hiába találtuk meg a környéken eldobott üvegen az ujjnyomát, mivel nem tudtuk az elkövetés idejéhez kötni, és egy ilyen télvízidei időszak volt, és ott ugye több hét is eltelhet, így bizony az ügyészség bizonyíték hiányában megszüntette az eljárást, ami legnagyobb megdöbbenésünkre, és egy olyan indoklása, ami azt mondta, hogy nem tudjuk igazolni azt, hogy ő ott volt. Na most, hogyha ott lett volna valaki, aki azt mondta volna, hogy igen, láttam ezt az autót, és fölírtam a rendszámát, onnantól kezdve már beljebb lettünk volna, és az ügyészség is nagyobb
nagyobb biztonságot tudott volna vállat emelni. Tehát az üldözés érdekében mindenképpen jó lenne. A másik, amit meg lehet tenni, és napközben javaslom is, hogy tegyék meg, elég erős visszatartó hatása van. Ha látnak valakit, és ő megáll, nincs mozgásban, akkor ki kell menni, tessék mondani, ön kicsoda, kit keres, hogy hívják ön? És hogyha az illető akkor nagyon gyorsan elporol onnan, vagy azt mondja, hogy hegyi pincét nézegetek meg, vásár meg egyebeket, akkor mindenképpen indokolt a felírás, mert akkor nappali időszakban szoktak egyébként az elkövetők terepszemlét tartani, és azt követően szokták a bűncselekményeket elkövetni. Apákra, nagyapákra, a Don kanyarban elesett magyar katonákra emlékeztek a hozzátartozók nemrég Nagykanizsán. A 74 éve történt szörnyűségek még ma is erősen élnek a családokban. Egy kicsit nehéz feldolgozni, mivel csak fénykép van róla, amit esetleg az ember elővesz és megnéz. Aztán 1943. január 12-e reggelén bekövetkezett az, amit mindig is szerettek volna elkerülni. A mindent elsöprő szovjet roham. A magyar honvédek, amik tehették, ellenálltak, de a túlerővel nem bírtak. A magyar királyi második honvéd hadsereg végzete beteljesedett. A második világháborúban megsebesült, meghalt emberekre emlékezünk. Mi, akik ide eljövünk a kanizsai szervezetnek a tagjai, mindenkünk, minden egyikünknek édesapja, hozzátartozója veszett el, illetve a hadiözvegyeknek a férjük. És ezt próbáljuk ápolni, hogy megemlékezünk minden évben, különösen a Doni kanyarba elszenvedett horszokról, az ott elesett katonákról, és ilyenkor nem koszorúzással, inkább csak jegyzőítással. Egy kicsit meglepő az a dolog, hogy azért most már úgy veszem észre, hogy itt Zala megyében legalábbis érezhetően több helyen megemlékeznek január 12-én az akkor elhunyt katonákra, az akkori áldozatokra. Az édesapám önként 43 martusában halt meg, ugye ezt lejegyezték, és itt tudjuk pontosan, ugye hát én januárban születtem, meg hát martusban halt meg, hát ugye... Annyit tudok, hogy... Mit tud az édesapjáról, és amit tud, azt honnan? Hát azt csak az édesanyámtól tudom, mert ugye én már megszülettem, ő meg már meghalt, ugye? Hát úgyhogy nem láttuk egymást, hát az édesanyám ugye hát 20 éveken keresztül sajnos mindig várta haza, de nem tért haza. Hát ott maradtunk 4 gyerekkel, hát ő nevelt bennünket, hát többet nem tudok róla nagyon. Hát ahogy elmesélte, hogy hogyan dolgoztak, még minden, még meddig hát együtt voltak, de különösebbet nem. Én nekem is édesapám, feleségemnek is édesapja ott maradt a háborúba. A Don kanyarnál estek tulajdonképpen mind a ketten hát meg a fogságba. Édesapám 43-ban, márciusában meg is halt. A feleségem édesapja az pedig 46-ban. Szintén fogságba halt meg. Egyikünk sem emlékezett rá. Én körülbelül másfél éves voltam, amikor tulajdonképpen ő meghalt. Hogy amikor elment, akkor még ugye semmit nem. Ő nála ugyanez a szintén megszületett, az édesapja elment, bejelentette, hogy született lánya, és utána kiment a frontra. Semmit nem tudtunk róluk, egészen tulajdonképpen 2006-ig,
addig, amíg kárpótlásról nem volt szó, akkor volt lehetőség arra, hogy a Honvédelmi Minisztériumnál az irattárból kapjunk adatot arról, hogy tulajdonképpen hol, esetlegesen merre haltak meg. Ennyi az egész. A városi temetőben kopjafa és kőkereszt emlékeztet a Donnál 1942-ben és 43-ban elhunyt magyar katonákra. A háború viharában eltűnt katonák közös emlékhelyét, a kopjafát Rohrböck Jenő készítette. A mementó a II. Magyar Hadsereg 3 kanizsai ezredének, a 9-es tüzér, a 7-es és a 47-es gyalog ezrednek állít emléket. A kopjafa mellett egy kőkereszt is van, melyet a Don melletti katasztrófát túlélt katonák hazatérésének 55. évfordulóján emeltettek. A Don kanyar felől halászele söpör, fülem mellett golyó sziszeg, hideg, hideg, hideg. Szeptemberben kezdődött a toborzás, január 12-én pedig több mint 500-an tettek esküt és lettek határvadászok. A Zrínyi Katonai Filmstúdió összeállítását látják. Az illegális migráció megfékezésére a kormány 2016. augusztusában hozott döntése alapján mintegy 3000 fővel növelik a készenléti rendőrség állományát. A szeptemberben kezdődött toborzás során felvételt nyert pályázók 6 hónapos képzésben részesülnek. A jelöltek a 2. hónap végén alapvizsgát tesznek, majd egy éves próbaidő kikötésével a rendőrség hivatásos állományába kerülnek. A határvadászok első 532 főből álló csoportja január 12-én tette le az ünnepélyes esküt. A Hung Expo területén rendezett eseményen, amelyen részt vett dr. Simicskó István honvédelmi miniszter és dr. Benkő Tibor vezérezredes, honvédvezérkar főnök is, Orbán Viktor miniszterelnök mondott beszédet. A magyar honvédség és rendőrség munkájának köszönhetően Magyarország ma az Európai Unió egyik legbiztonságosabb országa. Nálunk nincs terrorizmus. Nincs tömeges erőszak, nem hajtanak teherautóval az ünneplő emberek közé, de kérem önöket, ne feledjék, mindez nem jelenti azt, hogy velünk magyarokkal nem fordulhatnak elő ilyen szörnyűségek. A miniszterelnök hangsúlyozta, a magyar határa nehezedő nyomás a következő években sem fog megszűnni, a határvédelem ezért továbbra is kiemelt fontosságú nemzetbiztonsági ügy. Ehhez azonban Magyarország nem várhat külső segítséget, így nekünk kell megvédenünk magunkat. Az igazság az, hogy az illegális bevándorlás és a korlátlan migráció egyszerre fenyegeti a mindennapok biztonságát, veszélyezteti gazdasági eredményeinket és veszélyezteti a kultúránkat. Az igazság az, hogy azt tettük és azt fogjuk tenni, amit kötelességtudatunk és lelkiismeretünk diktál. Megvédjük hazánk határát, megvédjük a saját életünket, és megvédjük a mindennapjaink biztonságát. Orbán Viktor miniszterelnök végezetül köszönetet mondott a most esküdtett altiszteknek hozzáállásukért és bátorságukért. Önök ma arra tettek esküt, hogy megvédik Magyarország határait, megvédik a magyar otthonok biztonságát. A bátorság tartotta meg Magyarországot 1000 éven át, és erre a bátorságra alapozzuk a magyar jövőt is. Kérem, tartsák észbe, az önök bátorsága a magyar emberek biztonságának alapja. Az eskütétellel a kiképzés nem ért véget. Az állomány új tagjaira még májusig tartó felkészítési feladatok várnak. Köztük a speciális határvédelmi kiképzés. A toborzás addig folytatódik, amíg a határvadász egységek el nem érik a 3000-es létszámot.
Jelenleg 1017 jelölt vesz részt a kiképzésben. Ez volt mai magazinunk, két hét múlva ismét riasztás, várjuk Önöket, viszontlátásra! A műsorvezetőt a Diva Fashion öltöztette.